És akkor ismételten sok szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet a Magyar Kerékpáros Klub Bringáz a munkába idei webinár sorozatának következő szegedi állomásán, ahol a szegedi cégek, az önkormányzat és a sajtó képviselőit hívtuk meg. Én Árva János vagyok, a Kerékpáros Klub tagja, velem van Halász Áron, a Kerékpáros Klub elnök helyettese, valamint dr. Csüllög Imre, a szegedi területi szervezetünk vezetője, és külön örömünkre szolgál, hogy az előadáson felszólal majd Nagy Sándor, Szeged alpolgármestere is. Remélem, hogy mindenki jól látja a képernyőt, és jól hall engem. Kezdjünk is bele. Szeged, Magyarország, Amsterdama, vagy Amsterdamja szokták mondani. Az előadásból is látszódni fog, hogy rengetegen kerékpároznak. Ennek megfelelően a magyar viszonylatokban jónak mondható az infrastruktúra, és az előadáson megjelentek szép számából is jól látszódik, hogy megvan a nyitottság és az érdeklődés is a kerékpározásra. A bringázás a szegedi mindennapok része, ezt azért elmondhatjuk. Ám Amsterdam sem volt mindig a kerékpározás fellegvára, ezt talán kevesen tudják, hogy a 20. század elejét követően, amikor is még a fenntartható közlekedési módok uralták a város, bizony a 60-as, 70-es évekre az autóhasználat vette át a kerékpárok helyét, és csak az elmúlt 50 évben sikerült visszafordítani, visszabringásítani a várost. De vajon visszafordulhat-e még a fenntartható közlekedési módok erősödő trendje Szegeden? Esetleg szinten tartható-e a bringázás részaránya, sőt, növelhető-e még tovább? Ha igen, akkor hogyan növeljük tovább a kerékpározást Szegeden? Reméljük, hogy előadásunkban ezekre is találnak ötleteket, hasznos tanácsokat és gyakorlati példákat. Ezeket követően a kezdő lépésekhez próbálunk konkrét tanácsokat is adni, és az előadás végén alkalmuk lesz kérdezni is az előadóktól tőlünk, igyekszünk mindent a tudásunknak megfelelően megválaszolni. Fontos információ, hogy az előadást rögzítjük, ezt már talán láthatták egy felvillanó ablakban, tehát hogyha valakit zavar, akkor a kameráját nyugodtan kapcsolja ki. Online elérhetővé tesszük majd, és már itt elmondom, hogy az előadást követően egy e-mailt fognak kapni az előadásról, amiben benne lesz ennek a prezentációnak is a linkje, és a videó, az erről készült videó is. A kerékpározás előnyeit számos szinten tudjuk vizsgálni. Kezdjük talán a mindannyiunkat érintő környezetünket, a társadalmunkat érintő előnyökkel. Ebben segítségemre lesz Halász Áron, a Kerékpáros Klub elnök helyettese, aki a kerékpározás magyarországi helyzetéről fog beszélni néhány percben. Áron, tiéd a szó. Köszönöm a szót. Nagyon örülök, hogy itt vagyunk, ez most már a 6. város az Inkább Bringáz kampányban, és végre elérkeztünk Szegedre. Most pár szóban bemutatnám, hogy hogyan bringázik Magyarország. Magyarország Európa 3. legkerékpárosabb országa Hollandia és Dánia után, és ezt sokan nem tudjuk, de ez pontosan annak köszönhető, hogy a lakosság nagyjából 16%-a elsősorban kerékpárral közlekedik. Ez a Kerékpáros Klub reprezentatív kutatásából derül ki, ami az egyik hiánypótló kutatás abból a szempontból, hogy nagyon kevés adat van egyébként Magyarországon. Nagyobb városokban vannak forgalomszámlálási adatok, és még máshol vannak turisztikai jellegű kerékpáros közlekedésmérő adatok. És ebből a két évente a Kerékpáros Klub által megrendezett reprezentatív kutatásból derül ki amúgy, hogy a lakosság 60%-a Magyarországon nem autóval közlekedik, hiába azt tartjuk, vagy látjuk, vagy érezzük a dominánsnak. És ebből ugye 16% a kerékpározásé. Ezt gondolom Szegeden mindenki tapasztalja, de Magyarországon is nagyon fontos adat, és egy óriási lehetőség is egyben, hogy a felnőttek 75%-ának elérhető az, hogy kerékpározzon, akár ma, vagy holnap. 63%-ának van saját biciklije, és van további 12%, amelyik elér egy kölcsönbringát, egy ismerősétől, van egy közbicikli állomása a környékén, vagy a nyaralójából tud hozni egy bringát, hogyha szüksége lenne rá. Van is egyébként egy érdekes eltolódás, a nagyon rossz, nagyon olcsó biciklik felől a kicsit jobb állapotú és nagyobb értékű kerékpárok felé.
És minek köszönhetjük azt a harmadik dobogós helyet, ami az európai ranglistán Magyarországé? Hát ez nyilván az alföldi és a kisalföldi régióknak. A dél-magyarországi régióban a lakosság, felnőtt lakosság 35%-a elsősorban kerékpárral közlekedik, és én azt gondolom, hogy ebben Szeged az egyik élenjáró település, további fejlesztései pedig tovább fogják növelni ezt az arányt. Az utóbbi egy-két évben arról van ugye szó, hogy tovább növekszik a kerékpáros közlekedés. Nyilvánvalóan itt a nagyvárosokban és főleg Budapesten lehetett tapasztalni, legalábbis adatokkal bizonyítani ezt a trendet, és ebben a koronavírus nagyon sokat segíthetett. Egyszer egy lehetőség volt arra, hogy a kerékpározást és ezzel az élhető városokat kialakulását elősegítsük. Szükség volt a távolságtartásra. Az embereknek a mindennapokban az egészségtudatosság bekerült a mentális térképére. A szabadidős lehetőségek szűkültek, nagyon sok embernek így lett a bicikli a szabadidős lehetősége, és mint láttuk, van kerékpár a magyar háztartásokban, sőt olyan sok van, vagy olyan sok lenne, amit már a kerékpáripar nem is tud kielégíteni, nagyon nehéz új kerékpárokat vásárolni. Olyan helyeken, ahol kerékpáros fejlesztések vannak, Szeged is ilyen, Budapest is ilyen, további forgalomnövekedést lehet tapasztalni, és nagyon sok helyen az ilyen forgalmi zavarok, mint egy-egy Budapesten a metró, vagy egy külvárosi hív, máshol buszok, stb. Terelése, lezárása, felújítása sok embert késztet arra, hogy inkább ringázzon. Vannak ilyen kampányaink is, és illetve a belföldi turizmus szerintem még nagyon sokat növelhetett a kerékpározásban. De mi az, ami megakadályozza, vagy könnyíteni a kerékpáros közlekedést? Egyszerre ugye ez a kettő elmondható. Az emberek többsége a kerékpáros barát infrastruktúrát hiányolja az utakról, fél az autó közlekedéstől. Egyébként nem olyan veszélyes kerékpárral közlekedni, sokan gondolják, de hát hiába, hogyha az utak nem elég vonzók, nem fognak kerékpározni. És másik infrastruktúrális követelmény még a lakosságtól az, hogy legyenek zárt kerékpártárolók, vagy biztonságos kerékpártárolók, zárt kerékpártárolók a lakóhelyeknél, utcán, úti céloknál, színházaknál, moziknál, hivataloknál, iskoláknál legyenek olyan kerékpártámaszok, amiket könnyű és jó használni. És mi történne, hogyha ez megvalósulna? Hát sokkal többen kerékpározzának még a mostaninál is. A kutatásunk egyik nagyon érdekes eredménye az, hogy milyen nyitott a magyar lakosság arra, hogy kerékpározzon, amennyiben javulnak a feltételei. Még a legelutasítóbb Budapesten sem éri el az elutasítók aránya a 30%-ot. Megyeszékhelyeken 34% azok aránya, akik nagyon valószínű, hogy kerékpároznának, hogyha javulnak a feltételei, vagy ők úgy érzik, hogy javultak a feltételei, és van még egy óriási csoport, akik azt mondják, hogy elképzelhetően tartják. Most nem biztos, hogy kerékpároznának, nem valószínű, lehet, hogy a gyereket viszik sokkal nagyobb, messzebbre, és ezt csak autóval tudják megoldani, ha a gyerek már egyedül fog közlekedni, akkor ők is biciklire ülnek, de a lényeg az, hogy megyeszékhelyeken 20%-a a felnőtt lakosság azon aránya, amelyik mindenképpen elzárkozik a kerékpározástól. Szerintem egyébként még ők is meggyőzhetőek lennének. És arról, hogy ezek az adatok hogy néznek ki Szegeddel kapcsolatban, vagy mi a helyzet a szegedi kerékpározásban, dr. Csűrög Imrének adnám a szót, aki a Magyar Kerékpárosú Szegedi Területi Szervezetének vezetője. Köszönöm szépen, hogy a magyar adatokat ismertethettem. Köszönöm, Áron. Én is üdvözlök mindenkit, Csüllög Imre vagyok a Magyar Kerékpáros Klub Szegedi Területi Szervezetétől. Röviden bemutatnám így a Kerékpáros Klub Szegedi tevékenységét. A területi szervezet így a kritikámes rendezvénynek a köréből alakult ki, körülbelül másfél évtizede működünk, és hát jelenleg is önkéntesek, illetve aktivisták segítik a munkánkat így a saját civil munkájuk mellett, feladattól függően járulnak hozzá a tevékenységünkhöz, de hát melyek ezek a tevékenységek? Ugye a kritikámat szervezzük már 2006 óta, illetve 2006 és 2018 között szerveztük, évente két alkalommal, mindig valamilyen mottót választottunk ezekhez a rendezvényekhez, ezek közül már van, amit sikerült is elérnünk. Utolsó pénteki közös biciklizéseket szerveztünk így a városban, város körül. Reméljük, hogy ezt a programot majd újra tudjuk indítani. Rendőrséggel végeztünk közös akciókat, lámpaosztást, fővilágosításokat, illetve az országban először kezdtük el
bebiciklizés nevű túrákat szervezni, ami egy útvonalbejárás, hasznos kerékpáros ismeretekkel. Ezt majd ezen a héten is végezzük egyébként. Iskolás gyerekeknek tartottunk előadást, illetve felnőtteknek is a Tarjáni közösségi házban. Oktató videókat is készítünk, most a legutóbbi projektek befejezése után is bemutattunk néhány új csomópontot. Lámpaszámlálásokat végzünk évente két alkalommal. Ezeken meglepő módon egyébként elég magas a kerékpárosok kivilágítottsága. 75%-uknak van valamilyen lámpája, ami jobb, mint amit a közvélemény gondol, de még azért lehet fejlődni. A bringás reggeli uzsonnák szervezésében is részt vettünk, ezt az elmúlt alkalmakkor az önkormányzat koordinálta, illetve a szín kerékpártárolónál dolgoztunk 0-24 órában, vigyáztunk a fesztiválozó biciklire. Tavaly előtt majdnem 1000 biciklit hoztak, most kicsit rosszabb volt az idő, de így is több mint 800 kerékpárra vigyáztunk. És hát fontos része a munkáknak az érdekképviselet, koncepciók, tervek elkészítésében veszünk részt. Most a belvárosban zajló kerékpáros beruházások is a bevonásunkkal lettek előkészítve. Kerékpártárolók szervizpontok típusainak kiválasztásában segítkeztünk. Javaslatokat teszünk, kisebb beavatkozásokra, hibákat jelzünk. Kapcsolatot tartunk az önkormányzatokkal, a közútkezelőkkel, beruházó projektek, tehát a projekteket lebonyolítókkal, és hát igyekszünk a kerékpáros szempontokat megjeleníteni a sajtóban, médiában. És hát tervezzük ezt a jövőben is, hogy folytatjuk. Szeretnénk, hogyha a projektekben, hát a beruházások előkészítésébe korábban be tudnánk kapcsolódni, így javaslataink nem múlnának azon, hogy a tervezési területre esnek-e. Szeretnénk megoldást találni a kerékpár tárolásra a társasházakban. Szeretnénk a közösségi közlekedést és a kerékpározást jobban integrálni, akár a közösségi kerékpár használatot meghonosítani a városban a közösségi roller használat mintájára, illetve szeretnénk több közösségi programot is szervezni, nyilván ahogy az időnk is a koronavírus helyzet megengedi. Hát úgy röviden ennyire szerettem mutatni így a szegedi kerékpáros klubos helyzetet, és köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, Imre, a bemutatást, és nagy örömömre szolgál, hogy Nagy Sándor úr, Szeged alpolgármester elfogadta a meghívásunkat, és ezennel fel is kérem, hogy beszéljen nekünk röviden a szegedi kerékpározás helyzetéről, a jelenleg futó és a tervezett fejlesztésekről. Alpolgármester úr, öné a szó. Köszönöm szépen, valóban futó projektekről fogunk beszélgetni ma. Ugye nyilván Szeged megye jogú város hagyományosan magát egy bringás városként definiálja, szerintem a következőre léphetünk. Ez kicsit talán hittem azt mondjuk, hogy a legbringásabb magyar város, ez a 100 000 fölötti városokra a 2011-es KSH felmérés szerint egész biztos igaz volt, de valóban legalább 20 éve folyamatosan fejlesztjük az infrastruktúrát, nagyon fontosnak tartottuk mi is azt, hogy a kerékpártámaszokkal megfelelő rögzítési tárolási lehetőséget biztosítsunk a város minden pontján. Ez látszott ugye a felmérésből is, hogy ez egy nagyon fontos kritérium a kerékpárosok szempontjából, és az utóbbi több mint 3 évben igyekeztünk új utakat találni arra, hogy meggyőzzük az embereket, például a Sasmog projektben nagy munkadókkal működünk együtt azért, hogy a dolgozóikat arra ösztönözzék, hogy fenntartható módon járjanak munkába. A következő dián ugye egy tulajdonképpen cinikusan egy cukiság projekt, a gyermek közlekedési tampája épül, ilyenből már van a városban egyébként, ezt is a Sasmog projektből fejlesztettük. Szeretnénk azt, hogy a szülő nyugodt legyen, hogy a gyermekei tudnak már kerékpározni, ismerik az alapvető közlekedési szabályokat. Ehhez egy biztonságos környezetet szeretnénk teremteni.
ez most a Kodály tér környezetében van, azt gondolom, hogy szülők számára elérhető módon többnek is van helye ilyen közlekedési tanpályának a városban, és ugye tudjuk azt, hogy a szülők általában aggódnak a gyermeket elengedni iskolába, rendezvényre, kerékpárral, ez egy elég fontos korlátozó tényező a gyerekek körében a kerékpározás növekedésének. Úgy gondolom, hogyha ilyen projektjeink vannak, mint ahogy a következő dián látható módon ezt soft módon is, rendezvények keretében is szoktuk csinálni, hogyha ilyen projektjeink vannak, akkor a szülők nyugodtabban fogják elengedni a gyerekeket önállóan is kerékpárral. Ugye a soft tevékenységhez tartozik még az is, hogy próbáljuk népszerűsíteni a fenntartható közlekedést, és ennek sok oldala van. Ennek egy szintén érdekes aspektusa volt, hogy fotópályázatot rendeztünk, és itt látható az első három helyezett. Ezzel is szeretnénk közelebb hozni az emberekhez ezt a témát, és ugye ez mindig egy lehetőség arra, hogy bekerüljünk a hírekbe is egy ilyen ötlettel. A fenntartható közlekedésnek természetesen Szegeden fontos eleme a közösségi közlekedés. Túl azon, hogy szeretnénk mi is azt, hogy minél több helyen tudjon kapcsolódni a kerékpározás a közlekedéshez, tehát igyekszünk például a megálló fejlesztéseinknél mindenütt biztosítani a kerékpár tárolás lehetőségét a megálló mellett. Emellett nyilván szeretnénk visszajelezni a szegedi polgároknak, hogy az, hogy környezettudatosan közlekednek, az egy érték, és úgy gondoljuk, hogy a város közössége ezért köszönettel tartozik. Nem csak egy ilyen nagyon díszes villamosunk van, de minden járművünkön ott van a matrica, hogy köszönjük, hogy környezettudatosan közlekedsz. És hát ugye a bringás reggeli, 19-20-as képek vannak, 21-ben idén, tegnap volt ugyanez a rendezvényünk. Ebből egyébként több is szokott lenni egy év során, az autómentes naphoz kapcsolódóan mindenképpen szokott lenni, és megint csak ugye ez egy kommunikációs történet, hogy egyfajta módon köszönetet mondjunk, hírét beérjük a tevékenységnek. Azt gondolom, hogy ilyenekre is szükség van túl a kőkemény betonba öntött beavatkozásokon. És akkor most itt egy jelenleg zajló betonba öntés. A város idei legnagyobb projektje, ami rendkívüli közlekedési nehézségeket okoz, az az Oskola utca és Stefánia átalakítása, ahol egyébként már több kerékpáros critical mass-nak volt a követelése, hogy itt az irányhelyes közlekedést oldjuk meg az Iskola utcán. Ez Magyarország utolsó felmérés szerint második legforgalmasabb kerékpáros útvonala volt, de volt egy év, amikor a legforgalmasabb volt, és valóban két helyszínen is baleseti góc alakult ki. Úgy gondoltuk, hogy itt mindenképp szükséges a beavatkozás, és mint ahogy látható, túl azon, hogy egy a sok körben szétegyeztetett terv készült, ami megfelel a kerékpáros klub elvárásainak is, túl ezen egy nagyon komoly kommunikációs anyag is készült hozzá, ami itt ezen a 3D-s látványterven keresztül jön át talán a legjobban, de a részletes technikai érveléstől kezdődően eddig a 3D-s látványtervig bezárólag is most már van egy 5 perces magyarázó videónk is, hogy melyik közlekedési beavatkozás miért történik. Eddig bezárólag egy nagyon részletes anyag készült, meghaladja ennek a prezentációnak a kereteit ezt bemutatni, de mindenkit szeretnék biztatni arra, hogy nézze meg a megújult.szeged.hu ezt a anyagot. Nyilván nem csak a belvárosban érdemes fejleszteni, nyilván a maga a belváros az egy kritikus pont, és úgy gondolom az Oskola utca egy szimbolikus térben is egy fontos beavatkozás, mert itt érzékelhető az, hogy a város fókusza a kerékpárosok felé megy, és az autósoktól vesz el.
de a elővárosi közlekedést is igyekszünk támogatni, és azt látjuk egyébként, hogy ott, ahol mondjuk egy Sándorfalva irányában már nagyjából Sándorfalva elejéig kész van a kerékpárút, ott mondjuk megindul valójában az elővárosi közlekedésben is a kerékpáros forgalom, és ahol már ez régen megvan, deszk irányába, ott az elővárosi mérésekben már egy szabad szemmel látható, statisztikailag kimutatható arányt is tud képviselni. Nyilván több ilyen projektünk is van, ezekről szólnak itt a bullet pointok, de azt gondolom, hogy illusztráció gyanánt ezek a legfontosabbak. És akkor vissza a soft tevékenységekhez, mert úgy gondolom, hogy az, hogy Szeged egy kerékpáros város, az nem csak az előbb említetteken múlt. Mindenképpen azt gondolom, hogy együtt dolgozik a soft tevékenység és a infrastruktúrális beruházás. Ennek van egy tágabb kerete, a Szeged Vision, amiben egy jövőképet 2050-re vetítettünk elő, hogy hova juthat el a város, hogyha a globális klímakatasztrófa az tovább zajlik, és hát nyilván van egy jövőképünk, amiben nem a középen látható Mad Max jövő van, hanem egy nagyon zöld város, ahol csupa csendes, ha környezetbarát közlekedési eszköz közlekedik. Emberek nyilván foglalkozunk akár a téli fűtés problémáival, vagy a városi közlekedés egyéb aspektusaival, villamoson is lehet kerékpárt szállítani. Úgy gondolom, hogy ezeket is érdemes egyébként külön-külön megnézegetni, milyen ilyen kommunikációs anyagaink vannak. A kommunikációs tevékenységnek és a kisebb fejlesztéseknek az elmúlt 3 évben a kerete az a már említett SASMO projekt volt. Ez egy nagyon fontos kezdeményezés a részünkről abban az értelemben, hogy ahogy említettem, a munkaadói oldalt szeretnénk bevonni ezekbe a tevékenységekbe, és hála Istennek nagyon sok lelkes ember van ezekben a cégekben, aki megértette ennek a ügynek a fontosságát. Nyilván itt nem csak a kerékpáros közlekedésről van szó, bár első körben általában az szokott a könnyebben elérhető, fenntartható közlekedési mód lenni, de nyilván a városnak az is célja, hogy a közösségi közlekedést népszerűsítse, vagy akár a gyaloglást. Úgy gondolom, hogy nagy köszönettel tartozunk ezeknek a cégeknek, hogy részt vettek ebbe a projektbe, de szeretnénk folytatni és bővíteni a munkaadói kört, és a jövő évtől lesz egy keretünk, amiben lehet majd az önkormányzatnál pályázni arra, hogy munkahelyi fenntartható közlekedési beavatkozásokat lehessen végezni, ugye itt kerékpártárolókról, vagy jegyautomatákról, vagy hasonló beruházásokról van szó. És ha már tartunk, ugye a munkaadói együttműködéseknél, előzetesen egyeztetve abban maradtunk, hogy ez az a pont, amikor én 3 cégnek a virtuális térben átnyújtok egy a projekt során végzett, és úgy gondolom, hogy a város egész a szempontjából a kerékpáros közlekedés, a fenntartható közlekedés fejlesztése szempontjából fontos munkát végző 3 céget szeretnék kiemelni, jelezve azt is, hogy úgy gondolom, hogy a város nagyon-nagyon értékeli azt, hogy vannak munkaadók, akik részt vesznek ebben a munkában. A szoftveres, belvárosi jellegű cégek közül az Evosoftot szeretném kiemelni, és szeretnék gratulálni a kollégáknak. Ők egy nagyon intenzív munkát végeztek, a kerékpárokat, kerékpáros kiegészítőket szereztek be, ezeket adják oda a dolgozóiknak hosszabb, rövidebb távra. Rendkívül sok kerékpártárolót építettek, és kerékpáros szervizműhelyt alakítottak ki a munkahelyen, és még elektromos rollert is szereztek be, és egyértelműen arra ösztönzik a dolgozóikat, hogy fenntartható módon közlekedjenek. Egy ilyen oklevéllel szeretnék nekik gratulálni első körben. Szintén szeretnék gratulálni egy ilyen oklevéllel most a virtuális tér. Igen, mindenki le van halkítva, és a taps nem hallatszik, úgyhogy most kérem mindenki képzelje el a tapsot is. A második kategóriában, szabad így fogalmazni, a nagyvállalati körben a PIK Szeged ZRT-t szeretném kiemelni, akik szintén kerékpártároló fejlesztéseket végeztek,
Itt egy zárt kerékpártáról beszélünk, ami ugye a biztonság szempontjából kiemelten fontos szokott lenni a dolgozóknak. Ebben indultak el, kerékpárműhelyt alakítottak ki, és a kerékpáros közlekedés szempontjából fontos útvonalakon végeztek járda, térbeton korszerűsítést, hogy könnyebben elérhetőek legyenek a közterületi infrastruktúrák, és hát nem közvetlenül kerékpáros projekt, de egy menetjegy árusító automatát is elhelyeztek a cég előcsarnokába, hogy a közösségi közlekedés értékszerzényei is könnyebben elérhetőek legyenek. És végül, de nem utolsó sorban szeretnék, így van, taps, köszönjük szépen, és végül, de nem utolsó sorban a Szegedi Környezetgazdálkodási KHT-t szeretném kiemelni, akik szintén új tárolókat építettek. Náluk a telephely elhelyezkedéséből adódóan a robogós forgalom is jelentőséget külön választották a kerékpárosoktól, külön tárolót építettek, biztosítják ott is a műszaki segítséget, kompresszort, szervizállomást, és ők bevezettek a rendszeresen kerékpárral járók számára még egy pótszabadságot is, amit, hogyha valaki nagyon sokat kerékpározik, akkor lehet igénybe venni. Gondolom, hogy ez is egy egyedi és követésre méltó megoldás, úgyhogy a város részéről nekik is szeretném megköszönni ezzel az oklevéllel az elmúlt években végzett tevékenységüket a fenntartható közlekedés érdekében, és ahogy említettem, jövőre szeretnénk bővíteni a kört, és szeretnénk biztosítani egy önkormányzati támogatást azoknak, akik beszállnak ebbe a fenntartható városi közlekedésért folyó. Hát nem szeretnék küzdelmet, csatát mondani erőfeszítésben. Köszönöm szépen a figyelmüket, és további szép napot. Köszönjük szépen. Alpolgármester úr, a Pékszeged ZRT-től jelentkezünk. Ékes Szabó Marietta vagyok, és mellettem a műszaki igazgatónk Marsa János. Nagyon szépen köszönjük az elismerést, megtisztelő volt, és igyekszünk a jövőben is partnerként részt venni mindenben. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Sziasztok, én Erdei Ági vagyok az Evosoft-tól. Hát én most el vagyok érzékenyülve, Sándor. Mi is nagyon köszönjük, és azt szeretném mondani, hogy nem olyan nehéz ez, hogyha ilyen támogató partnerünk van, mint a város. Köszönöm szépen, én is elérzékenyültem. Tisztelt kollégák, kedves egybegyűltek! Napfény László vagyok, a Szegedi Környezetgazdálkodási és Vadéggazdálkodási Nonprofit Kft. Igazgatója. Hát nekünk is könnyű helyzetünk volt, mert ilyen kollégáink vannak, akiket ugye könnyű meggyőzni arról, hogy munkába járjanak kerékpárral, itt főleg, hogyha kapnak érte még szabadságot is, aztán végképp, mert kapnak érte mondjuk kerékpártárolót, sőt, építeni is kellett még kettőt, mert annyi igény volt rá, tehát most már a kerékpárokat lehet fedett helyen tárolni. 100 emberről van szó, a cégcsoport 100 emberéről van szó, aki ezen a telephelyen dolgozik, ugye nem mindenki dolgozik, és hát a különböző telephelyeinkkel is még bővítettünk ezt a lehetőséget, és hát várjuk a továbbiakban is azt, hogy milyen további alkalmak és lehetőségek lesznek tovább bővíteni és tovább népszerűsíteni ezt a mobilis eszközt a munkába járásban. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen én is a hozzászólást Nagy Sándor úrtól, hogyha kedve tartja és ideje engedi, tudom, hogy el kell majd menni, akkor addig még maradjon, amit tud. A többieknek, akiket kitüntettek ezúttal, egyrészt én is gratulálok. Másrészt meg őket mindenképpen arra kérném, hogy maradjanak az előadás végéig. Lehet, vagy nagy valószínűséggel vannak olyan cégek most itt az előadáson, akik még kevésbé tapasztaltak, és lehet, hogy egy kis eszmecsere, tapasztalatcserére lesz alkalom az előadás utolsó 5 percében. Persze aztán kiderül, hogy ha van kedvünk, akkor maradhatunk tovább is természetesen. Talán az Oskola utca példája volt számomra a legszemléletesebb,
hogy az óriási helyigényű egyéni autóhasználat az mennyire fenntarthatatlanná vált itt az utóbbi években. Nem csak Szegeden, de ott nagyon látványos ezen a szakaszon legalábbis az állandósul dugó. Én nagyon remélem, hogy a belvárosi meg a Stefánia az teljesen másként fog kinézni, amikor ezeket a projekteket befejezik. De az fontos hangsúlyozni, hogy ezek a fejlesztések, ezek nem csak a kerékpározásnak, vagy a kerékpározóknak szólnak. Az áteresztő képesség növelése, a légszennyezettség csökkenése, az utazási idők rövidülése és az élhető városi terek kialakítása mindenki számára teszik élhetőbbé Szegedet. Hogy mennyivel is, azt talán a következő dián próbálom megérzékeltetni. Hogyha összehasonlítjuk egy kerékpár és egy személyautó vagy egy busz széndioxid kibocsátását utaskilométerenként, akkor majdnem 13-szorossát kapjuk egy kerékpárral összehasonlítva, hogyha valaki egyedileg használ autót. Hogy ez mennyit jelent? A 2007-ben indult Bringáza munkába során több mint 10 millió kilométer tekertek le a résztvevők, ezzel több mint 300 millió forintnyi benzint spóroltak meg, persze így akkor a kasszában is kevesebb adót fizettek be, mint tudjuk, nyilván nincs ilyen egyenes összefüggés, de ami ennél is fontosabb, hogy 1 millió tonnánál is több széndioxidot spóroltak meg a környezetünknek. Hogy ez számunkra mit jelent, ezt talán úgy érzékeltetném a legjobban, hogyha most egy picit mindenki a messzibe éved, vagy maga mellé néz az asztalra, és oda elképzel egy kötek 20 000-est, olyan 1 centi vastagságú 20 000-est, szépen széthajtogatja, legyezgeti magát vele, majd ezzel a lendülettel föláll és kidobja az ablakon. Ezt a 600 000 forintnyi pénzt veszítjük el éves szinten minden egyes résztvevő ennek a konferenciának vagy előadásnak, ennyibe fáj évente annak a 14 000 embernek körülbelül a halála, amit a légszennyezettség okoz Magyarországon. Nem csak a haláluk, hanem a kezelésük, a betegségük, a kórházi ápolások, a munkából kiesett napok számával számszerűsíthető ez a dolog. A kerékpározás ellentétben például az autóhasználattal szinte zéró széndioxid emisszióval jár, és ami ennél is fontosabb, két dolog. A társadalmi mobilitásnak egy nagyon jó eszköze, hiszen mindenki számára hozzáférhető közlekedési eszközről, vagy akár szabadidős eszközről van szó, ugye ezt Áron diáin is láthattuk, és emellett foglal kevés helyet. Itt látszik a jobb oldali képen, hogy egy autó, egy személyautó parkoló helyére jó esetben 10 kerékpár biztonságosan lelakatolható egy városban. A társadalmi előnyökről még rengeteget tudnék beszélni, de ehelyett talán lépjünk át az egyéni előnyökre. Egy kevésbé ismert, de a jelen pillanatig a legátfogóbb kutatást Angliában végezték. 2017-ben ért véget egy közel 4 millió embert követő, 5 éven keresztül követő vizsgálat Angliában, amely során azokat az eredményeket kapták, hogy a kerékpárral járók, a kerékpárral közlekedők körében a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a daganatos betegségeknek a kialakulásának a kockázata, illetve az ezekben való elhalálozásnak a kockázata közel 50%-kal csökken. Ez azt gondolom, hogy eléggé szembetűnő arány, főleg egy olyan országban, mint Magyarország, ahol az első két halálozási ok ez a kettő betegség. Azt is nagyon jól tudjuk, hogy a vitálkapacitásunkat növeli a kerékpározás, jobb a közérzetünk tőle, sőt, természetesen fogyással is járhat ez a dolog. Játszunk egy picit talán a számokkal. Arra kérném a kolléganőmet, hogy a chatablakban, a Prezinek a chatablakába, és bocsánat, a Zoomnak a chatablakába tegyen be egy linket, és mindenki próbálja meg ráklikkelni erre a linkre. Egy pillanat, közben én is itt technikailag. Egy rövid bejelentkezést követően arra kérném önöket, hogy tippeljék meg, hogy hány kilót fogynak átlagosan a munkába kerékpározók, akik legalább 30 percet kerékpároznak a
a munkába ajánlás első egy évében. Nem tudom, hogy sikerült, közben megnézem a chat ablakot is. Igen, benne van a chat. És akkor én ezt megpróbálom mutatni is közben. Mindjárt sikerülni is fog talán. Amint sikerül visszamennem erre a linkre, így van. Szóval tippeljék meg, kérem. Rendben vagyunk. Hogy vajon hány kilót fogynak? És hogyha megvégeztek, akkor lépjenek vissza nyugodtan. Még ne zárják be esetleg ezt az ablakot, mert lesz rá szükség. És lépjenek vissza a prezentációhoz. Itt fogom majd mutatni az eredményeket. Remélem, hogy mindenki eljutott ide. Tehát a Zoom chat ablakában volt egy link. Ó, lehet így rajzolni rá, ezt nem is tudtam. No, 3-5-7, egész sokan eltalálták ezt a számot. 7 kilóról van szó. Ez számomra legalábbis eléggé meglepő adat. Kifejezetten meglepő, ó, valaki belerajzolt erre a... Edina Simonnak a rajzát látom közben. Nem tudom, hogy a többiek látják ezt a rajzot, vagy csak az én képernyőmön látszik. Minden esetre, köszönöm szépen, ez azért fontos adat Magyarországon, mert Magyarország Európa egyik legelhízottabb nemzete, hogyha hagyok egy kis időt megkeresni, hogy hol vagyunk a világranglistán, segítek, ne alulról kezdjék Magyarország zászlájának a keresését. Magyarország az Európai Unió első, második, harmadik legelhízottabb ország, és világszinten is elég jól, vagy hát elég rosszul állunk sajnos ebben a versenyben, ha szabad így kifejeznem, és így van, egy év alatt bizony 7 kg-ot lehet fogyni, hogyha az ember kerékpárral jár. Az egyéni szempontokat is még nagyon-nagyon sokáig lehetne részletezni, de talán térjünk át egy új témára, hiszen mégiscsak cégek, elsősorban cégek képviselőit hívtuk meg erről az előadásra, és vizsgáljuk meg, próbáljuk meg megnézni, hogy a munkáltatónak milyen előnyei származhatnak abból, hogyha többen kerékpároznak. Kezdjük talán azzal, hogy mitől is jó egy munkahely. Ehhez megint arra kérném önöket, hogy lépjenek vissza a Prezi-ben, vagyis a Zoom-ban beadott chat ablakhoz, ehhez a mentiméteres dologhoz, és próbálják meg beírni, hogy önök számára egyénileg mitől jó egy munkahely. Nem kell a kerékpározásra gondolni feltétlenül, vagy azzal összekötni, úgy általában mitől válik jó munkahelyé egy munkahely. Merre, megint adok erre egy pár másodperc türelmet, és közben, ha minden igaz, akkor látják majd a saját válaszaikat is megjelenni ezen az ablakon. Úgyhogy, ha valaki megadta a kis válaszait, akkor nyugodtan jöjjön vissza Prezihez, és lássuk, hogy a többiek miket írtak be. Jó sok lesz még, gondolom. Munkahelyi közösség, megbecsülés, családiasság, barátságos, jó munkakörülmények, technikai felszereltséggel együtt. Jó, talán most nem érkeznek már, még azért érkeznek válaszok. Jó munkahelyi légkör és a családiasság, ez valamilyen szinten talán szinonimák, és ezek vannak a leginkább kiemelve, ezt írták a legtöbben. Számomra érdekes módon a juttatás, fizetést azt kevesebben tartják fontosnak. Ennek örülök, úgy látszik, hogy a jó környezet az fontosabbá kezd válni már a munkahelyen is Magyarországon. Nézzük akkor, hogy vajon a kerékpározás tud ebben nekünk segíteni. A munkavállalók leginkább azokon a helyeken teljesítenek a legjobban, ahol a
munka és a magánélet egyensúlyát megtartva, inspiráló környezetben, jó légkörben végezhetnek értelmes munkát. A jó stratégiával rendelkező cégek többek között az új dolgozóikra célozva alakítják ki a saját brandjüket, hiszen így találják meg azokat, akikkel hosszú távon tudnak számolni, és őket meg is tudják tartani. De, mint az, ahogy ezen a dián is látható, a hazai munkavállaló, vagy munkaadók számára a legnehezebb probléma a munkaerő megtartása. Hogyan segíthet vajon ebben a kerékpár? Ma már nem elég innovatív technológiával, vagy termékekkel, a legmodernebb dolgokkal, vagy nagyon jó kafetéria rendszerrel rendelkezni. Össze kell kötni az üzleti stratégiát a munkavállalói értékajánlattal, ahhoz, hogy egy olyan dolgozói élményt tudjunk kialakítani a munkahelyünkön, amely vonzza és motiválja a munkaerőt annak érdekében, hogy a legjobbat hozzák ki magukból. Így aztán tényleges képviselői lehessenek a vállalatnak vagy az önkormányzatnak. Röviden ezt nevezzük munkáltatói márkaépítésnek, azaz employer brandingnek. És egy 2015-ös Randstad kutatásból az is látszik, hogy azok a cégek, amelyek őszintén és hiteles munkaadói hozzáállásukkal képesek boldogan, elégedetten tartani a munkavállalóikat, azok bizony kevesebbet költenek a bérekre, közel 10%-kal, jóval kisebb arányú a fluktuáció náluk, és egyáltalán megtalálni az új munkavállalóikat is kevesebbe kerül. És ne felejtsük el, hogy ha egy munkavállaló kolléga elégedett a munkahelyén, akkor nagy valószínűséggel jó munkát fog végezni, ami elégedett ügyfelekhez és végső során egy jól menő vállalathoz vezet. De nézhetjük ezt a dolgot a munkavállaló helyett a munkaadó oldaláról is. Egy 2020-as Randstad felmérésben a válaszadók 3/4 szerint a bérezés a legfontosabb. Tehát nyilvánvalóan jó fizetés az mindig segít egy jó munkahely kialakításában, viszont szorosan ezt követi második helyen a kellemes munkahelyi légkör. Tehát itt is megjelenik az, amit sokan írtak eddig a szavakban, hogy fontos az, hogy hogyan érezzük magunkat a munkahelyen, és vajon ehhez a bringa hogy járul hozzá? Hát természetesen úgy, hogy akik kerékpárra járnak a munkába, azok mérhetően kevesebb stressz szinttel, vagy alacsonyabb stressz szinttel érkeznek a munkahelyükre, ez pedig hozzájárul a minőségi munka végzéséhez a nap további szakaszában is. A kerékpár tehát nagyszerű márkaépítő eszköz lehet, miközben a munkahelyi hangulatra is pozitív hatással van, sőt a költség hatékonyság vagy a költség csökkentés egyik eszköze is lehet, és még mindig nincs vége. A bringázásban ugyanis az a legjobb, hogy egy cég, egy vállalat vagy az önkormányzat nagyon sok szegmensébe beilleszthető. Legyen az fenntarthatósági program, környezetvédelmi program, társadalmi felelősségvállalás, vagy akár egy csapatépítő, vagy családi nap. A CSR és a fenntarthatóság nem egy trendi menedzsment irányzat, ahogyan sokan gondolják. Ez nem egy új keletű fogalom, ami majd talán lecseng, hanem egy versenyelőny egy cég számára, mert a pozitív vállalati imázs az vonza nem csak a befektetőket, hanem az ügyfeleket is, és mint láthattuk, a dolgozókat is. Erre ezt a grafikát próbáltam bemutatni, ami alapján kiderül, hogy a vásárlók az ügyfelek számára nagyon-nagyon fontos egy fenntartható vállalat, tal dolgozni. És ez megjelenhet a csomagolásban, az újra felhasznált csomagolások terén, de ahogy ezt jeleztem, kékkel talán látható, abban is tudatosabbak, egyre tudatosabbak a magyar vásárlók is, hogy hogyan közlekednek. Fenntartható módon próbáljanak meg közlekedni. A kerékpározás támogatását egy vállalat tehát egyszerre tudja elkönyvelni mondjuk környezetvédelmi kiadásként, vagy a munkavállalók egészségért tett lépésekként, anélkül, hogy ez greenwashingnak, zöldítésnek tűnne. A kerékpározás az nem egy felszínes zöldítés, az soha nem lesz greenwashing. Azt láttuk, hogy a kerékpározásnak milyen pozitív hatásai vannak az egyén szempontjából, jobb ugye a szívnek, a tüdőnek, de vajon ez hogy csapódik le a munkaadó oldaláról? Erre is vannak kimutatások, a
ezen a dián az látszik, hogy 1,3 nappal kevesebbszer betegek azok, akik rendszeresen kerékpárral járnak a munkahelyükre. Ez talán nem tűnik olyan nagy számnak, de azok a kollégák vagy az előadáson résztvevők, akik egy nagyobb cégnél dolgoznak, és mondjuk elképzelik, hogy a 100 munkadójukból mondjuk mindenki kerékpárral jár, és elképzelnek maguk mellé egy konkurenciát, vagy egy másik céget, ahol a 100 munkavállalóból senki nem jár kerékpárral, akkor bizony 130 nap, éves szinten 130 nap betegszabadsággal költenek kevesebbet ezek a cégek, és azért ez az előadás elején kidobott, képzeletben kidobott kötek 20 ezeresnél nagy valószínűséggel sokkal több pénzt jelenthet. Vajon elgondolkodtak-e azon, hogy honnan járnak a dolgozóik munkába? Vannak erre kimutatásaik? Szokták-e azt megnézni, hogy mennyi időt utaznak a munkavállalóik? Ugye kerékpárral a lefedett terület, tehát ahonnan A-ból B-be eljut az ember, sokkal nagyobb, mint gyaloglás esetén. Közel 40-szeres lehet egy elektromos kerékpár, vagy egy sportosabb ringásnak az a területe, amit le tud felütni 10 perc alatt. Hogy ez hogy néz ki Szegeden, azt a Bringáza munkában korábbi éveinek az applikációin, a Bike Citizen-en mutatnám be, hogyha az ember mondjuk például a Kisvirágba szervez egy munkahelyi találkozót, akkor Tarjánból vagy Újszegedről bőven beér 10 perc alatt, és hát ezt el lehet képzelni fordítva is, tehát hogyha valakinek belvárosi irodája van, akkor szinte Szeged egész belvárosából kényelmesen beérhet valaki 10 perc alatt. A munkahelyére negyed óra, fél óra alatt pedig már tényleg a Szeged környéki kis településekről is, deszkről vagy domaszékről is be lehet érni a belvárosba. Vajon az anyagi oldalakban mi a helyzet? Ugye 2022-ben lesz majd egy változtatás a béren kívüli juttatásokban. Ezen a dián az látszik, hogy eddig 2021-ig milyen módon lehetett leírni, beszerezni ezeket a kerékpárokat, hogyha valaki például abban gondolkodott, hogy céges kerékpárflottát szerez be a cég számára, vagy a munkavállalói számára venne kerékpárt. 2022-től, tehát jövőre viszont adómentes lesz a kerékpár magáncélú használata. Tehát a cégek sokkal kedvezőbben vehetnek bringát a munkavállalóik számára. Így sem kerül valószínűleg a dolgozó teljes tulajdonába, de leírható elég hamar költségként, úgyhogy én azt gondolom, hogy hosszú távon ez majd még finomodni fog, és gyakorlatilag céges kerékpárt lehet majd venni a munkavállalók számára, és nagyon fontos, hogy az elektromos kerékpárokra is igaz lesz ez. Még egy dolog, 2022-től lesz nagy valószínűséggel bevezetve egy elektromos teherkerékpár beszerzési támogatás, aminek a részletei majd még később fognak kijönni, később fogják őket kommunikálni, de már lehet esetleg arra készülni olyan cégek számára, akik kisebb-nagyobb dolgokat furikáznak autóval nem túl nagy távolságokra, hogy esetleg elektromos teherkerékpárra cseréljék a flottájukat. Időszűkében ezt is rengeteget lehetne még beszélni arról, hogy a munkavállaló, vagyis a munkáltató számára miért fontos, és miért lehet jó a kerékpározás, de időszűkében talán nézzük meg egy konkrét példát, már sokat emlegettük az Evosoftot ma, és talán első kézből ők tudják akkor a legjobban elmondani, hogy számukra milyen előnyökkel járhat az, hogyha többen kerékpároznak, illetve nézzük meg, hogy ők vajon mit tettek az elmúlt években annak érdekében, hogy minél többet kerékpározzanak. Ugye szeretném felkérni az Evosoft Hungary Kft. Elnézést szegedi site managerét, Erdei Ágnest, hogy néhány mondatban mutassa be az eddigi fejlesztéseiket. Sziasztok, hallotok? Oké, bekapcsoltam a kamerát is, hogy ne legyek már annyira inkognitóban. Itt mögöttem a Sóti Csaba kollégám ő, és én szoktam sokat beszélni, ő viszont többet foglalkozik nálunk a kerékpáros dolgokkal, úgy fizikálisan. Megmondom őszintén, hogy nem nagyon vagyok olyan
rettentesen felkészült erre a mai napra, bár én bármikor bármennyit tudok ezekről beszélni. Nyilván Jánosnak én adtam inputot, de én kerékpáros reggeliről érkeztem az udvarról, ugyanis ma reggel a kollégákat vendégül láttuk. A kerékpárral érkező kollégákat vendégül láttuk mindenféle finom falattal. És hiszük vagy sem, egészséges dolgokat, tehát ilyen kovászos, nem az a cupákos, tiszta cukros dolgok voltak, és a kollégák elképesztően örültek. Nyilván tudták, várták, én ezt kiközöltem, és volt olyan kolléga, akinek egyébként céges autó jár, és betekert reggel, öröm tapssal üdvözöltük, mert ő direkt azért jött ma a kerékpárral, hogy ő tudjon ilyen finomságokat enni az emmaros pékségből. Ez most nem a reklám helye, csak mondta János, hogy nyugodtan beszélhetek erről. Én még ennek az élménye alatt vagyok, hogy igazából a kollégák nyugodtan elmehetnek, és reggelizhetnek maguk is a pékségbe, de mennyire jó az, amikor reggel begurul az ember a munkahelyére, és mondjuk nem minden nap, mert ha valamiből rendszert csinálunk, akkor az nem olyan érdekes, ugye? Nekik ez jól esik, hogy mi ezt díjazzuk, hogy kerékpárra jöttél ma, és akkor tessék, jó étvágyat, nézd, adunk neked finom reggelit. Mindenkinek jól indul a napja. Tegnap ugye egy városi reggeli volt, az autómentes nap kapcsán volt, úgy gondoltam, hogy ne topzódjunk ezekben a programokban, ezért ugye én mára tettem. Ugye itt az EvoSoft bemutatása dia van, lehet látni a számokat, sokan vagyunk, ugye több mint 1500-an dolgozunk Magyarországon, a Siemens leányvállalatáról van szó, és ennél fogva, miután a Siemensnek is fontos a környezetudatosság és a fenntarthatóság, igazából mi nagyon nem vagyunk megsértődve, hogy ezt nekünk csinálni is kell, hiszen miért is ne tennénk. Ez egy ekkora vállalattal a hátunk mögött, ez egy kötelesség, a társadalmi felelősségvállalás, ez fontos. Készült ugye nálunk egy felmérés, amikor a Sasma projektbe belekeveredtünk, mert tényleg belekeveredtünk valahogy, és aztán nem bántuk meg. Segítséget kaptunk a projektől arra különféle kérdésekkel, hogy fel tudjuk mérni, hogy a munkavállalóink honnan járnak dolgozni, hiszen ugye ez adta az alapját annak, hogy megnézzük, hogy milyen mobilitási intézkedéseket végezzünk el, amivel kicsit jobban tudjuk ezt a tortát vagy pizzát elmozdítani. Mi eleve nagyon jó helyről indultunk, könnyű dolgunk volt, mert ugye már egy közel 40%-os arányjal indult a kollégáknál a biciklizés reggelente, illetve hát a munkába járás. Nagyon sok fiatal kolléga van, illetve a B-oldalasok is, mint én, ugye, még ők is azt látom, hogy inkább kerékpárra járnak. Ennek ugye az egyik oka az, hogy a belváros szívében vagyunk, és nagyon nehéz parkolni, nehéz haladni. A másik pedig a legtöbbüknél szintén ez az egészségtudatosság. Az előző két palacsintánál még annyit szerettem volna elmondani, hogy az egyik, a kettő között az a különbség, hogy az egyik a valós állapotot tükrözi, tehát amikor benyomja a kolléga, hogy én bringával járok, vagy én gyalog járok, vagy közösségi közlekedéssel. A másik pedig, megvárom, míg a János kikeresi, bocsánat, az pedig egy nagyon fontos mozzanata, ezt nekünk kiemelte annó a SASMOB koordinátora, ez a modal split, mind a kettő az a modal split, a preferred, vagyis a preferált modal split pedig azt mutatja, hogyha egyébként megtehetnéd, akkor a jelenlegihez képest hogyan közlekednél a munkába. És ugye a kettő közötti különbség, a lényeg, a meglévő, és amit mondjuk az emberek szeretnének, hogy ahhoz, ezt a kettőt összehozzuk. Hát olyan nagyon-nagyon sok változás nincsen, ha látjátok. Egy kicsit több a kerékpár, meg kevesebb a közösségi közlekedés, nagyobb a gyaloglás, de hogy igazából ezt a különbséget próbáltuk megcélozni a mobilitási intézkedéseinkkel. Amiket ugye el is kezdtünk 2018 második felében, 19-ben sikerült beszereznünk a kerékpárflottát, és azzal párhuzamosan lecseréltük a kerékpártárolóinkat is, voltak már a telephelyen, az üzemetet, ahonnan az ingatlant, az irodánkat béreljük, nyilvánvalóan
ők az udvaron telepítettek kerékpártámaszokat, de sajnos a kereskedelmi forgalomban, amiket ezekben a barkácsáruházakban, meg itt-ott lehet kapni, még közületi felhasználásra, azok sem a legjobbak. Tehát nem jó kihasználhatóak, nem tartósak. És akkor ezeket lecseréltük, így ugye több mint 90 kerékpárt lehet mellett támasztani nálunk az udvarba. Ezeknek a 90%-a fedett helyen van, amit nem mi csináltunk fölé, hanem egyszerűen a kialakítása az udvarnak. A céges kerékpárflotta, ugye 20-10-et terveztünk, a kollégák a kérdésünkre, hogy ez jó lenne, nyilván van, azt mondták, hogy tök jó lenne, és akkor vettünk 20-at, és azóta ezek olyan 89%-ban használatban is vannak ezek a bringák. És hogy ezeket a bringákat, mint ahogy azt a szabályzatban is, ami ennek a használatának a feltételeit rögzíti, ugye mi lehetőséget biztosítunk arra, hogy a kollégák ezt, ahogyan az ember a saját kerékpárját is bütyköli időnként, megolajozza, lehúzza egy-két csavart, láncot cserél, és a kopó alkatrészeket kicseréli, mi vásároltunk ilyen mobil kerékpárjavító állomást, és vannak mindenféle helyben tudunk adni ilyen kis kopó alkatrészeket, csere dolgokat, és nyilván amit most látunk, az pedig ahogyan mi ezt kommunikáltuk a kollégáink felé, ahogy a Sándor mondta, public awareness, ezeket a kampányokat, hogy vásároltunk eszközt, azt bemutattuk, ott egyébként a képen a menedzsment maga üldögélt rajta. Ez pedig az egyik a szívemnek nagyon kedves fotósorozat, Papdi Balázs készítette. Az a villamos, amit a Sándor mesélt, hogy lehet szállítani bizonyos típusú villamosokon Szegeden a kerékpárokat, van rá hely. Arra kértek föl bennünket, hogy ott fotózkodjunk a céges kerékpárjainkkal és a bringás mezeinkkel, villamoson és előtte. Ez ugye sokan kérdezik, hogy minek olyan villamos, ami kerékpárt szállít, az ember vagy villamosozik, vagy kerékpározik, de hogyha mondjuk defekted van, vagy közben elkezd szakadni az eső, és nincs nálad olyan felszerelés, hogy egyszerűen csak nem akarsz gatyára ázni, akkor ez egy tök jó megoldás, hogy fölpattansz vele a villamosra. Igen, és akkor itt, amikről már szintén beszélt a polgármester úr, nyilván csatlakoztunk minden olyan kezdeményezéshez, ami a figyelemfelkeltést, a fenntartható közlekedésnek a népszerűsítését célozza. Részt vettünk rajzpályázatban, ezek a rajzok ugye még a mai napig láthatóak villamosokon, trollikon, a kollégák gyermekei küldték be. A Bingázza munkával kampányban is azért folyamatosan részt veszünk globálisan, céges szinten. Tehát a budapesti, miskolci kollégák is részt szoktak venni benne. Ez igazából már a Sasmo projekt előtt is volt. Ez pedig, amit most látunk, ez pedig a 2019-es városi rendezvényünk, ez az egészségnapunkat kivittük a Széchenyi térre, és a város jó voltából kaptunk hozzá helyet, mi pedig adtunk programot. Nos, igen, ez még a felméréshez kapcsolódik, amiről beszéltem az elején. Ugye a kérdéseket, amiket föltesszünk a kollégáknak, ugye ezek nyilván célzott kérdések, igen, nem, vagy ezt mennyire és azt mennyire, és ebben elég jól be lehet lőni azt, hogy ha látjátok ott a legutolsó sorban, pénzügyi támogatás saját kerékpár megvásárlásához, ez ugye egy jelentős része a kollégáknak, ezt ítélte meg a leghasznosabbnak. Van itt sok minden más is, bérlettámogatás, vállalati kölcsön, környezetbarát autó vásárlásához. Nyilván olyat nem lehet tenni, hogy mindenkinek jó legyen, de azok a válaszok, amiket kapunk és feldolgozzuk, meg tudják adni az irányt abba, hogy milyen olyan intézkedéseket vigyünk véghez, aminek mondjuk van értelme, vagy most hogy is mondjam, jó fogadtatásra talál. És mi ezek alapján most a még megvalósítandó intézkedéseink, amit az elmúlt több mint két évben még nem teljesen abszolváltunk, ez az, amit tervezünk, hogy aki leteszi az autóját, mert ugye mi
parkolóhelyet fizettünk véges parkolóbérletet véges számban, annak inkább egész évre a bérletet fizetjük, hiszen most a jelenlegi árakon egy éves parkolóbérlet 261 ezer forintba kerül, egy éves bérlet pedig, ha jól tudom, 75 ezer forintba. Ezt a negyedéves vagy havi viszonylatra bontjuk, ugyanezek az arányok, tehát körülbelül a harmada a költségnek. Azt hiszem, hogy a Sándor beszélt az applikációról is, ami a Sasmo projekthez kapcsolódik. Ez egy telefonos applikáció, a várostól kaptuk ugye a partnerség használatra. Próbáljuk ösztönözni a kollégákat, hogy használják bátran ezt az applikációt, telepítsék. Ebben van olyan funkció is, ami ilyen telekocsi-szerű, tehát az azonos helyről vagy hasonló helyről érkező kollégák esetleg egymást is elvihetik a munkába, hogy nem mindenki egyesével üldögéljen az autóba. És ennek kapcsán, aki erre a célra használja az autóját, ugye az applikáción könnyen követhető az, hogy az illető milyen fuvarokat tett föl, és azok megvalósultak-e. Nyilvánvalóan egyébként szűkösen rendelkezésre álló parkoló bérleteinkből inkább ennek a kollégának adunk, nem pedig annak, aki csak egymaga használja az autót. Na, mi volt még itt? Annyi minden van, hogy néha... Bocsánat, én már csak arra kérnélek, hogy nagyon röviden az utolsó pár amit látunk itt a végén. Ezekről mind beszéltem. A kampányokról beszéltem. És most az van már csak hátra, hogy átadjuk a tapasztalatainkat és a jó gyakorlatokat a másik két lokációra. Miskolci kollégával már találkoztál, János, tehát ők már azért foglalkoznak ezzel, és hát nyilván Budapest, és itt pont a budapesti kollégáim is teljesen véletlenül. Reméljük, ott is lesz változás ebben. Köszönöm szépen. Nagyon jó volt látni, hogy egy ekkora cégnél milyen óriási beruházásokat is csináltak az elmúlt években, de a kisebb cégeknek azért nem kell megijedniük. Itt is van talán egy ilyen tévhit, hogy mennyi beruházással jár, mennyi anyagi költséggel jár egy ilyen az ilyen bringes fejlesztések. Ehhez próbál meg az előadásunk utolsó része, igyekszem tényleg én is rövidre fogni ezt a részt, amelyben a kezdők számára szeretnénk hasznos tanácsokat adni ahhoz, hogy elkezdjék még bringásabbá tenni, vagy egyáltalán bringá baráttá tenni a munkahelyüket. Az első és legfontosabb az, hogy beszéljenek róla. A nyilvánosság előtti megjelenés médiában, reklámokban ez nagyon fontos. Ilyen lehet például a mobilitási héten, vagy akár ilyen bringás reggeliken való megjelenés. Fontos lépés, hogy a fejlesztések előtt próbáljuk meg felmérni a jelenlegi helyzetet, ahogy ezt láthattuk az Evosoftnál is, és a munkavállalók igényeit. És ezek alapján próbáljunk meg kitűzni reálisan elérhető célokat. Azok közül se túl sokat, nem tudom, hogy kicsit azt próbáljuk meg lehalkítani, bocsánat. Tehát, hogy próbáljunk meg reálisan elérhető célokat kitűzni, és ezeket utólag majd mérni és számszerűsíteni, mert így ezek egymást erősíteni fogják a későbbiekben. Tegyük lehetővé, könnyítsük meg a feltételeket a kerékpárral munkába járásra, esetleg a munkába érkezéshez. Kezdve attól, hogy bringás útvonal javaslatokat adunk a kollégák számára az irodába érkezéshez, azon át, hogy az irodába érkezésnél megfelelő zárt bringatámaszokhoz lakatolhatnak a kerékpárosok, vagy akár céges bringa flotta beszerzéséig, ahogyan azt szintén láthattuk már korábban. Apropó beruházások, a bringázásra kapcsolatos beruházási költségek általában elenyészőek, például az autoflottához képest, és a fenntartási költségek is nagyon olcsóak, ráadásul a motivációhoz nem kerül pénzbe. Rengeteg ingyenes programon vehet részt egy cég, ezeknek egy részét felsoroltuk ezen a dián. A motivációnak a legjobb példája, vagy a legjobb eszköze természetesen a személyes
személyes példamutatás, úgyhogy abba arra biztatnék én is minden cégvezetőt, hogy próbáljanak előjárni az alkalmazottaik számára, akár az ügyfeleik számára, vagy éppen más cégek számára abban, hogy bringával járnak, a munkahelyükre vagy a napi dolgaikat kerékpárral intézik. Támogathatják emellett a Magyar Kerékpáros Klubot, a bringázza munkába, kampányokat, például saját céges bringás reggeli megszervezésével, és természetesen ne féljenek attól, hogy segítséget kérjenek például a szegedi területi szervezetünktől, a Magyar Kerékpáros Klubtól. Műszaki tanácsadásban szívesen segítünk, hogyha vannak tervek, esetleg csak ötlet szintjén, akkor abban is tudunk esetleg segíteni, hogy jó irányban haladjonak ezek a dolgok. Ha például egy bringatámaszt szeretnének kihelyezni, akkor segítünk abban, hogy a megfelelő legyen, hogy azt tényleg sokan használják. És természetesen elérhető a Kerékpáros Klubnak a Kisokos című kiadványa, ami online is elérhető, és elég hasznos dolgokat lehet belőle letölteni, és akár például egy belsős kör e-mailben napi kis kerékpáros tudnivalókat elküldeni a munkavállalók számára. Ezzel zárult a mai előadás frontális része. Én nagyon szépen köszönöm az eddigi figyelmet, nagyon remélem, hogy sokak számára tartogatott hasznos, érdekes és elgondolkodtató információkat. Reméljük, hogy sikerült meggyőznünk mindenkit arról, hogy a bringával munkába járás nem egy jövőbeli cél, hanem a jelenbeli sikernek az áloga, és hogy a munkáltatók, a vállalatok számára, az önkormányzat számára is kifizetődő, hogyha a munkavállalóik inkább bringáznak. Emeljük tovább a kerékpározás részarányát Szegeden, szegedi közlekedésben, vagy akár tűzzék ki célul azt, hogy önök legyenek az első munkahely Szegeden, ahol mindenki egytől egyik kerékpárral jár. Talán lehetetlen? Gondoljanak csak Amszterdamra. Legyen Szeged Európa új Amszterdamja. Emlékeztetőül szeretném elismételni, hogy a prezilinkjét azt meg fogják kapni e-mailben az előadást követően, és akkor most van lehetőség arra, hogy feltegyék a kérdéseiket. Ebben az e-mailben egyébként, amit kiküldünk, a visszajelzéseikre is nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy valami sikerült-e az elvárásaiknak megfelelő előadást vagy beminárt szerveznünk. És akkor önöké a szó, kamerával vagy anélkül, a chatbe is be lehet írni, de talán jobb, hogyha már élő szóban beszélgetünk egymással. Kérdések és válaszok órája, nem 5 perce következik. Én azt szeretném megkérdezni, hogy az itt jelenlévő vállalatok nem milyen, mik voltak a legnagyobb kihívások, amiket le kellett küzdeni ezeknek a programjaiknak a bevezetésénél? Vártam, hogy hát ha esetleg még más is mond valami, mert én már sokat beszéltem. Akkor mondom én, a legnagyobb kihívás maga az eszközök beszerzése, hogy ott vegyünk, nincsen ugye tapasztalatra a cégen belül, hogy most akkor vegyünk, és mennyi pénzt költsünk, mi a jó ár érte, egyszerre sok ugyanolyan kerékpár sem olyan, 2 évvel ezelőtt sem volt egyszerű a mostani beszállítói helyzetben sem. Tehát, hogy igazából az vesz el sok időt, hogy az ember próbál tartós használatra vásárolni eszközöket, az infrastruktúra beszerzése, illetve például a céges flottánál a használati szabályzat, a használati feltételek rögzítése, és úgymond a kollégákkal való az, hogy elfogadtatása, mert alapvetően ezzel nincsen gond. De mi a projekten belül egymást segítettük ezzel. Tehát mi például kaptunk segítséget a szegedi környezetgazdáktól a bringákra, hogy ők mennyit vettek, mire figyeltek. Én viszont a Deutsche Telekom IT Solutions-nek adtam például át a saját kerékpárhasználati szabályzatom mintáját. De ahogy ez így jó, hogyha az embernek van egy más cég a segítségére, aki elmondja, hogy mire tud figyelni. Nem tudom, megválaszoltam a kérdést megfelelően. Nem akarok túl sok hátrányt mondani, mert akkor eltántorítok. Nem, de ezek szerintem tök hasznosak, hogy megismerjük a szempontokat is.
Csak belevágni nehéz, mert ugye ilyen ismeretlen terepnek tűnik, de aztán utána már igazából, amikor a visszajelzések jönnek, és a kollégák maguktól mondják, hogy hát ez tök jó, és ez nagyon jó, azontól kezdve minden el van felejtve, tehát hogy akkor már azt mondja az ember, hogy jó, megérte. Én is egy dolgot szeretnék mondani, tehát ma is a János vagyok Piszeget ZRT-től. A legfontosabb dolog, én szerintem, aki most kezdi, hogy megpróbálja fölmérni egyáltalán, hogy a dolgozóknak, aki egyébként egy nagyvállalatnak, mint a PIK, ugye számtalan tulajdonságokkal rendelkeznek, helyben laknak, vidéken laknak, különböző kényszereik vannak, amik az utazást is befolyásolják, hogy ebből felmérni azokat a lehetőséget, ahol igazából segíteni tudnak azáltal, hogy bizonyos olyan tevékenységre próbálják őket sarkadni és támogatni, ami aztán a kerékpározás fele viszi őket. Nyilván azt is el kell mondani, hogy egyébként azt nem várható el, hogy éven át valaki kerékpározzon. Hát azért hóviharban nagyon nehéz kerékpározni, én próbáltam, tehát én sok évig jártam kerékpár a munkába, volt, amikor végtoltam a 3 kilométeren kerékpárban, nem lehetett fölülni rá, akkora volt a hó. Tehát azért ugye ez egy nagyon jó célkitűzés, de meg kell találni azt a reális célt, ami mellé aztán fel lehet sorakoztatni a többi kollégát is. És nagyon fontos, hogy legyen egy olyan mag ebbe is, akik egyébként aktívan részt vesznek, és példát tudnak mutatni. Tehát nem csak a vezérigazgató járjon kerékpár, hanem egyébként minden olyan kis közösség, ami ki tud alakulni a kerékpáros csapaton belül. Tehát nagyon fontos, hogy találjuk meg azokat az embereket, akik egyébként aztán majd viszik, példát mutatnak, és azokat a célokat, amik mellé fel tudnak sorakozni az emberek. Úgy gondolom, hogy ezek az alapvető dolgok, amivel aztán indulni kell. Mi is egy nagy felméréssel kezdtünk, ugye, ahogy az előbb itt hallottuk már. Igen, tehát az a legfontosabb, hogy ezeket jól kell, ugye Ágnes is mondta, jól kell kitalálni a kérdéseket, ügyesen megfogalmazni, hogy legyen rá egyértelmű válasz, és abból lehet következtetést levonni. Ezek mind olyan, hogy a felmérés, ez egy fontos dolog. És utána azokat megcsinálni, ami egyébként a legtöbb szadatot kap, és a legjobb vonzerővel rendelkezik a kerékpározással kapcsolatban. Köszönöm, ennyi volt, hogyha valami még kérdés van szívesen, és mondok a végén majd még valamit, hogyha nem lesz más kérdés. Ezek szerintem nagyon hasznosak. Akkor még mondanék, ha nincs más kérdés, akkor mondom még egy érdekességet. Hogy a kerékpározás, mint önmagát, ugye hogyan lehet megszerettetni. És ugye most mindig arról beszélgetünk, hogy vannak a felnőttek, és akkor azok járnak valamivel dolgozni, aztán akkor majd kerékpározzanak. Na ugye nem itt kezdődik a kerékpározás, hanem kicsi korban kezdődik a kerékpározás. Tehát egy környező országban voltam most a nyáron üdülni, és ott például nagy meglepetésemre egyik napra a másikra egy zöld területre felállítottak ilyen kis íves elemekből összeállított bringázó pályát a gyerekeknek. Ezek rollerezni, és tehát nem nagy gyerekeknek vonatkozik, hanem egy ilyen 6-8 éves, 10 éves korig lévő gyerekeknek kis kerékpár pályát csináltak. A kerékpár pályára a pénzt meg úgy szedte össze a város, hogy rá lehetett nyomtatni erre az íves pályára cégeknek a logóját. Tehát egyben egy reklámfelület is volt. Nagyon gyorsan fel lehetett állítani, biztonságos volt, és nem fogjátok elhinni, hogy még vacsora után is mentünk le a kisunokámmal kerékpározni. Most azt kell tudni, hogy ilyenkor, ugye vittünk kerékpárt, azt kell tudni, tehát amúgy is. Azt kell tudni, hogy egyébként a lendület ugye viszi előre a gyerekeket, mert őket érdekli, és szeretnek mozogni, és csinálják, ameddig csak lehet, és ilyenkor ugye belerántják egyébként a szülőket, a szülőket is ebbe a tevékenységben, hogy oda kell menni. Tehát nagyon csacsin néz ki, hogyha a gyerek tekerő kerékpárt, meg ugye mész utána séták az 500 méter lemaradva. Tehát ugye nem működik, hát őket pasztani a kerékpár, és menni kell. És ugye ez a fajta lendület, amit a kisgyerekek, ha jól körülményeket teremtünk nekik, ugye viszik magukkal, általában a felnőttekre és szülőkre, vagy szülőkre. És akkor szépen mennek kerékpárra, és akkor mindjárt eszükre, hogy hoppá, hát ugye nyáron is kerékpár, aztán milyen jó lenne, akkor kerékpárra járna munkába. Tehát ugye értjük ugye a motivációt, ugye, hogy kell egy lendület, ez volt a kisgyerek és az a jó kis pálya, amit csináltak, aztán utána az ember már könnyebben beszél, akkor látok én is, nem csak hétvégén, hanem akkor hétközben is kerékpározok. Tehát ezek is fontosak lennek ahhoz egyébként, hogy a kerékpározás még jobban elterjedjen, tehát kicsikor meg kell ragadni a gyereknek érdeklődését, és hajrá, hadd menjen így tovább. A másik dolog, meg alpolgármester úr is említette, hogy
hogy hát ugye kell kerékpártárolókat csinálni, de nem csak a közterületen kell kerékpártól, hanem a lakások környezetében is kell. Tehát én egy társasházban lakom itt Szegeden, és hoztam is a kerékpármat, annak rendje is mondja a szerintés, de hol van a kerékpártároló? És mondták, hogy hát mindjárt megkeressék a kulcsot, hogy hova, most nem tudom pontosan, de majd holnapra megkeressék. Hát megkeressék a kerékpártól a kulcsát, meg is néztem, abban 2,5 kerékpár fért el körülbelül, és 14 lakás van abban a társasházban. Tehát ugye értitek, ugye, hogy ugyanez a másik országban, ahol nyaraltam, ugye ott lennek a gyerekeim, tehát ott meg van egy akkora terem kerékpártárolónak, hogy aki ott lakik abban a házban, mindenkinek jut hely kerékpártárolásra. Ugye értedek, hogy mik azok a lehetőségek, és mik azok a módszerek, amiben egyébként sokkal, de sokkal vonzóbbá lehet tenni a kerékpázás, az ilyen körül megkerülés. Csak ennyi volt, én szeretem mondani még kérdés nélkül. Pont olyan kérdések, amikkel a kerékpáros klub nagyon sokat szokott dolgozni, biztos, hogy Imrék is ezzel találkoznak Szegeden, de Budapesten, mert az egész országban visszatérőek. Igen, hát ugye a jövőre nézve célkitűzésünk is, hogy a társasházi kerékpártárolást azt komolyabban vegyük. Az önkormányzattal is voltak már ezzel kapcsolatosan előzetes egyeztetések, illetve én részt vettem egy kerékpáros pályázat előkészítésében itt a társasháznál, ami ugyan nem nyert, de szeretnénk, hogyha valamilyen próbaprojekt legalább elindulhatna, amiben egy-egy ház vagy háztömb kerékpártárolási helyzete, akár önkormányzati segítsége meg tudna valósulni. Ez teljesen jó kezdeményes, hogy csatlakozik ahhoz, amit mondtam, mint példa, de ott egyébként ez egy szintén egy társasházról van szó, hogy közvetlenül ország fővárosában, ott eleve úgy építik a házat, hogy van benne a kerékpártároló. Tehát az most, hogy belső szabályzás vagy országos, ezt nem tudom náluk, de ott ekkor a kerékpártárolókat építenek hozzá. Nyilván ott is drága a telek, egy drága az építőnyek, de mégis tudják, hogy ez a jövő iránya, tehát kell kerékpártárolót csinálni. Úgyhogy ezt egyébként Magyarországon is csinálni, hogy igen, elrendelni, hogy kell kerékpártárolót csinálni. Ugyanúgy, hogy szemétárolóban legyen kerékpártároló is, ez egy fontos dolog benne. Ja, itt van még a szabályozások, ezt még nem pontosan. Van rá szabályozás, igen, csak elég keveset ír elő, és még mindig az autókat részesítjük előnyben. Erre egy nagyon jó példát mondjuk pont Budapestről tudok hozni. Egy pár évvel ezelőtt épült irodaházat egy angol építészcég tervezett meg, és az első terveikben, tekintve, hogy ez az irodaház egy óriási közlekedési csomópont meccéspontjához van közel, és bringa utak vezetnek oda, ők úgy terveztek, hogy nagyon minimális parkolót építenek, és inkább ringatárolót. És aztán a magyarországi szabályozás az nem teszi ezt lehetővé, tehát kénytelenek voltak még arást építeni az irodaházhoz, és nem értették az angolok, hogy de 200 méterre van itt a metró, meg 30 busz, meg bringautak, hogy miért? Úgyhogy valóban az országos szabályozásokon kell egy picit dolgozni a kerékpáros klubnak is, meg a döntéshozóknak is, úgyhogy örülök, hogy az önkormányzat is részt vett, mert lehet szerintem települési rendeletekkel ezt picit akár módosítani és feljebb tornászni a kötelezően előírt kerékpártárolók számát. Jó, hát azt hiszem, hogy itt ez az igény az megvan. Kérdés az, hogy ezt hogyan tudjuk kommunikálni és együtt valahogy elérni. Van. Így van. Hogyha nincsen más hozzászólás vagy kérdés, várok persze egy picit, akkor én nagyon köszönöm a figyelmet. Én örülök, hogy itt a hozzászólások is megerősítették a prezentációnknak bizonyos pontjait, illetve a prezentációnk után képesek voltunk élő példákat is látni arra, hogy nem csak a levegőben beszéltünk. Úgyhogy akkor itt lenne vége a mai előadásunknak. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor várják sok szeretettel az e-mailünket, visszajelzéseiket pedig mi várjuk majd. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük. Én is köszönöm! Sziasztok! Sziasztok.